olyan nevek, amiket mi teljesen magunktól próbálunk értelmezni, tehát ilyenek, mit tudom én, mint egy Székely név. És akkor látod, Székely, akkor ez tényleg nagyon magyar lehet. És akkor a hosszam, vagy egy Révai név. És akkor az ember úgy csak lassan-lassan esik le, vagy Lévai név például. Hogy ezek törzsneveknek, de nem magyar törzsneveknek. Törzsneveknek a megfelelői. Tehát olyan megfelelői, ahol a hangkategóriák mentén változtatnak, és így lesz például Léviből Révai. És a Székely miből lesz? Iszakár. Iszakár, nem tudjuk? Egyik törzsnek a neve. Feltűnően sok a Székely, olyan, hát akit mi Nílusi Székelynek szoktunk nevezni, de nem feltétlenül így kell. De lényeg az, hogy ez nem bűn, hogy félreértésre essék. Csak tudni kell róla. Na most én honnan tudom ezt tételesen? Azért, mert van egy nem Leveinek hívják, hanem de, vagy Libbi, vagy, mert ugyanannak a névnek. Tehát ő maga írja le, hogy ő egy keresztény élet zsidó, és ő most megír bizonyos dolgokat, hogy tudnélik, honnan tudják ma, hogy a majdan fölépítendő jeruzsálemi templomnak kik lesznek a papjai, hogy tudják ezt ma összeválogatni. Mert az ilyen nevekből keresik vissza. A Révaiból, a Lévaiból, a Lőviből, a Lévből, Lévi Straussból, és itt tovább. De nem én mondom, hogy félreértésnél, és Szentszék kiadója adta ki a könyvet. Jeruzsálem a békevárosa címe. Nagyon érdekes a könyv. És itt lehet találkozni a következő gyakorlattal is, és ezt azért jó tudni, mert ezekre a dolgokra kell majd, hogy figyelmeztessek a továbbiakban. Tehát a Szentkornak kutatásnál is egy ilyen fajta értelmezést majd mindig figyelembe kell venni. Tehát például, ha azt mondom, hogy mondjuk Asher, tudjuk, ez is törzsnév. Na most van, aki ezt megőrzi. Arra mondom, hogy becsületes. Hát tudjuk, volt Asher Oszkár, ugye, Asher Tamás, ugye. Tehát, na igen ám, de annak, hogy Asher van, németül is jelentése. És ez micsoda? Hamu. És azt mondom, Asher az mit jelent németül? Hamvas, köszönöm szépen. Na ennyit erről. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokan nem hiszik el, amit kezdettől fogva. Ha finoman is, de azért próbáltam jelenni, hogy vigyázat, hamvas ügyel. Tehát a hamvas az az anti, na hogy hívták a nagy, a Lukács, anti Lukács. Tehát amikor már látszik, hogy Lukácsot nem lehet beadni, akkor az addig szépen fű alatt hozott, és nagyon ellenzékinek kikiáltott hamvas, az lett az Atya Isten. Most már úgy hozogatják vissza Lukácsot. Tehát azért jó tudni. Na most, ha valaki zsigerből utálta a magyarokat, az ha hamvas Asher volt. De úgy, hogy én még ennyire parázslóan gyűlölni a magyart, én még nem tapasztaltam. Ha valaki nem hisz nekem, olvass el a tanulmányát, Kisfaludi Sándorról. Döbbenetes. De maga az öt géniusz. Megcsinálta szellemileg Trianont. Gyönyörűen. Véletlenül se ismerhessünk a továbbiakban egymásra. De minden esetre nagyon, nagyon szépen, mindig amikor 200 kilométeren túli eseményről ír, akkor nagyszerű. Amikor általános dolgokról ír, nagyszerű. Amikor valami vonatkozása van a magyarsággal, iszonyú. Iszonyú. Szóval valaki ennyire ne vegye észre, hogy az az érték, amit ő a perui kerámiában észrevesz, az itt garmadával itt van. Ő így sétál rajta, és recseg a lába alatt. Nem. Ott viszont ugyanezt az értéket gyönyörűen, szépen, agyusztálva, szépen észreveszi és közé teszi. Na most így lehet lebeszélni egy nemzetet arról, ez most mi vagyunk, hogy a saját értékeit figyelembe vegye, és azokat legalább egyenértékűnek tekintse a többivel.